26. NB szezonját zárta a Kölcsi DS-e, amely ősszel azzal a céllal vágott neki a bajnokságnak, hogy megismételje a tavalyi szereplését, ami a harmadik helyezéshez volt elegendő. Fél időben a negyedik helyen állt Hadobás István együttese, és végül a negyedik helyen is zárt a diákcsapat. Az edzőnek rengeteg problémával kellett megküzdenie, sok játékosát nélkülözte sérülések miatt, így a szakember egyaránt elégedett a felnőtt csapat negyedik és a junior együttes második helyezésével. Nagyon elégedett vagyok ezzel az idénnyel. Egyrészt a negyedik hely az lebecsülhető vagy értékelhető. Én úgy gondolom, hogy minden körülményt figyelembe véve ez reális. Hozzáteszem, ilyen nehéz idényünk, én azt gondolom a 26 év alatt nem volt még. Ennyi sérülés és a meghatározó embereink, Tilki Andi, Gyimesi Lola, Kelemen Gréta, Márkus Gizella, Pap Andrea, Rabina Inez, a legjobbjaink sérültek, megestek ki rövidebb, ki hosszabb időre, úgyhogy azt gondolom nagyon-nagyon elégedett vagyok a lányokkal. És hát ha hozzáteszünk, hogy a juniorjaink második helyen végeztek az elsővel azonos pont számmal a Debrecen mögött, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon elégedett vagyok az eredményességgel. Az NB2 északkeleti csoportját a Máté Szalkai MTK nyerte 40 ponttal, megelőzve a 34 pontos Vizesabonyt és a 31 pontos Hajdúböszörményt. A 28 ponttal negyedik Kölcsi DS-e 6 ponttal előzte meg az 5. mezőkeresztest. Hadobás István szerint színvonalas bajnokságot tudhatnak maguk mögött. Azt gondolom, hogy a tavalyi mezőnél erősebb volt. Talán mondható az, hogy két részre szakadt egyébként. Az első 5-6 csapat az talán sokkal jobb volt, mint a másik 6. Viszont az első 4, azt hiszem, hogy, és ide minden szerintelenségnél magunkat is ide sorolnám, azt hiszem, hogy egyértelműen kiemelkedett a mezőnyből, játéktudás tekintetében, felkészültség tekintetében, úgyhogy ezek nagy múltú csapatok, a Máté Szalkán kívül a Füzesabony és a Hajdúböszörmény végzett még előttünk, úgyhogy velük is nagyon-nagyon jó meccset játszottunk, mondom, Szalkát megvertük, Böszörménytől pontot is szereztünk, úgyhogy azt gondolom, hogy jó mezőny volt. Hadobás István még néhány levezető edzés vezényel a csapat játékosainak, akik közül a korábbi esztendőkkel ellentétben ezúttal nem távozik senki a tanév végén. A nyári pihenőt követően augusztusban a szokásos bentlakásos edzőtáborral kezdi majd el a felkészülést a diákcsapat.